A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén is segíti a tagjait a támogatások lehívásában. Botos Ferenc Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatója azt mondja, április 7-től adhatóak be az egységes kérelmek, melyek szankciómentes benyújtási határideje május 17-e. Azok, akik ezt elmulasztják, május 18 és június 9-e között még beadhatják a kérelmet, az ezt követően benyújtott kérelmeket már nem fogadják el. A mezőgazdasági ágazatban április 7-től május 17-ig megkezdődött az egységes kérelmek beadása, ami annyit jelent, hogy tavalyi évben körülbelül 110 és 120 ezer gazdának segített a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezt a kvázi egységes kérelem beadását. A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is a vírushelyzethez alkalmazkodva végezzük ezt a munkát. A falugazdászaink fel vannak készítve mind a személyes, mind a telefonos ügyintézésre. Amire nagyon kell figyelni, hogy ezekben az időpontokból nem szabad kifutni, mert abban az esetben, hogyha valaki május 17-e után adja be a kérelmét, akkor napi 1%-i levonásra kerül a támogatásból. A falugazdászok erre természetesen fel fogják hívni az ügyfeleknek a figyelmét, hogy erre oda kell figyelni ezekre az időpontokra, illetve, ahogy említettem már az előbb, a személyes és a telefonos kapcsolattartásra, illetve azon keresztül történő beadásra van lehetőség. Ha valaki személyesen akarja beadni, akkor az időpontot kell egyeztetni. A telefonos időpont egyeztetésnél, vagy a telefonos megkeresésnél a falugazdászok keresik a gazdálkodókat, és hogyha tudnak egy időpontot megbeszélni, amikor összetudja adni a gazdálkodó és a területeit, vagy az állatait, akkor megbeszélt időponton belül. Megbeszéljük, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az egységes kérelmet pontosan be tudjuk adni, mert itt azért súlyos pénzekről van szó. Összesen 44 jogcímre igényelhetnek támogatást a gazdák. A falugazdászok az idei évben is telefonon keresik meg a gazdálkodókat, és a lehetőség szerint ugyancsak telefonon segítenek a kérelmek beadásában. Tolna megyében tavaly a kérelmek 71%-át a falugazdászok közreműködésével adták be. A terület szempontjából vizsgálva 218 ezer hektára küldtek be az előző évben egységes kérelmet a megyében, ennek 39%-ára, vagyis közel 86 ezer hektára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítségével. Falugazdászaink mielőtt elkezdődött az egységes kérelem, a tavalyi tapasztalatok alapján felkészítésre kerültek, voltak konzultációs megbeszélések, támogatóanyagokat kaptak annak érdekében, hogy a lehető leggördülékenyebben tudják végezni a munkájukat. És azt is hozzá kell tennem, hogyha valaki fölmegy a NAH portáljára, ott a falugazdász keresőben meg is találja a falugazdászainkat. Tolna megyében a tavalyi évben 5184 egységes kérelem került beadásra, ennek 71,3%-át a falugazdászok adták be, ez közel 3677, vagy egész pontosan 3677 egységes kérelem beadása volt. Én azt gondolom, hogy az idei évben is készen állunk arra, hogy a leggördülékenyebben tudjuk elvégezni ezt a munkát, és megpróbálunk a gazdáknak a legnagyobb minőségben segíteni, és ezt a támogatást az a legkönnyebben eljutatni őket. Nyilván online oldalon megy, a MÁK oldalán megy ez a beadás, az egységes kérelem beadása, de ezt a falugazdászaink, illetve a gazdálkodók már nagyjából tudják is, hogy mi a folyamat. Azon kamarai tagok, akik a korábbi években nem vették igénybe a falugazdászok közreműködését, de idén szeretnék, keressék a megyei igazgatóságot a 74-510-031-es számon, vagy a tolnakukac.nak.hu címen, illetve lekérdezhetik majd a lakóhelyükhöz legközelebbi falugazdászok elérhetőségét a NAK portáján.